Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás. Mi van most vele ez a kérdés? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást. A díjam az 4000 forint. Ezt a kivetést, ezt a szisztémet, ezt én készítettem, az asztrológiai szimbólumok szerint. Középen van egy kör. Ez jelenti az ő belső helyzetét, a gondolatait és az érzelmeit. Itt a nap és a hold energiája érezhető, a gondolatok és az érzelmek. Tehát bepillantunk az ő belső világába. Ott középen van egy torony. Ez jelenti az ő érzelmeit, a jelenlegi helyzetét. Ő benne érzi magát ebben a toronyban. Ez olyan, mint egy labirintus, keres egy kiutat, keres egy megoldást. Benne van egy kényelmetlen, szűkös helyzetben. Lehet, hogy ez a félelmeire utal, de az is lehet, hogy nem érzi jól magát a környezetében, vagy a munkahelyen, vagy a családban, vagy lehet, hogy még van egy párkapcsolata, és ott van ez a szűkös helyzet, amiből ő ki akar lépni. A gondolatai szintén ott középen a körben vannak, és ez a férfi látható ott, tehát ő saját magára gondol, és azt szeretné, ha mások észrevennék őt, ha felfigyelnének rá, ha megkapná az elismerést. Ott jobb oldalon felül látható a kutya, és ez a hely Merkur bolygóra vonatkozik, amikor kommunikációról van szó köztetek. Tehát milyen a beszélgetés? A kutya. Az lehet, hogy beszélgettek a kutyákról. Vagy a kutya jelentheti a baráti kört, és lehet, hogy erről beszéltek. Vagy a kutya jelentheti a hűséget is, és ő kimondja azt, hogy hűséges hozzád. Olyan barátilag közeledik. Lehet, hogy szeretne egy párkapcsolatot, az is lehet, hogy szerelmes beléd, de mégis inkább olyan barátilag beszél hozzád. Ott jobb oldalon felül látható egy patak, meg a lilium virág. Itt a Vénusz bolygóról van szó, tehát rólad, mint hölgyről, vagy a szerelemről. Itt tisztázódnak bizonyos dolgok. Előre mennek, előre folyamodnak az események. Itt tiszta gondolatokról, tiszta érzelmekről van szó. Sőt, ő így lát téged, hogy olyan tiszta az érzelmed, minden olyan tiszta körülötted. A tisztaság alatt, a patak alatt megjelenik a felhő, és ez jelenti a Mars bolygó energiáját. Egyrészt azt, hogy hova kellene neki befektetni az erejét. Itt valami még átláthatatlan számára. Nincsenek tervek, nem tudja hogyan tovább. Mars bolygó jelentheti az ő férfiasságát is, és ő nagyon-nagyon bizonytalan. Jobb oldalon alul láthatóak a madarak, ez a Jupiter bolygó energiája, ezek lehetőségek, vagy mutatja azt, hogy mi hoz szerencsét. A mozgás, a könnyűség, a kommunikáció, erre kellene most neki odafigyelnie, hiszen ez szerencsét hoz. Jupiter bolygónál lehet egy bírósági ügy is, itt akkor most előre mennek az események.
Alul, bal oldalon van Szaturnusz bolygó energiája. Ez jelentheti azt, hogy itt vannak korlátozások, és ez az anyagi helyzet, hiszen a halak azok szimbolizálják a pénzügyi dolgokat, esetleg a munkáját vagy a hivatását. Itt nehéz most neki ezeket a dolgokat rendezni. Amit Szaturnusz bolygó még jelenthet, hogy mit kell tanulnia. És a halaknál nem csak a pénzről van szó, hanem az értékekről is, a belső értékekről is, hogy mi vagy ki értékes számára. És a párkapcsolatban akkor ez azt jelenti, hogy ki kell, hogy mondja azt, hogy te értékes vagy számára. Bal oldalon alul látható a nap. Itt van kisugárzás, itt a nap láthatóvá tesz valamit, itt vannak sikerek, itt van vonzalom. Ez az Uránusz bolygó energiája, ahol változásokról van szó. A nyár kezdetétől lesznek változások, hiszen nyitottabb hozzád. A nap fölött látható ez az út, ahol minden úgy kivirágzik. Itt Neptun bolygó hatásáról van szó, és Neptun bolygó jelenti az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket, és azt jelenti, hogy miről álmodozik. Mi az ő terve, vagy az elképzelése, hogy legyen itt egy közös életút, ahol minden kivirágzik. Bal oldalon felül Plutó bolygó energiája van, itt látható a hold. Plutó bolygó jelenti a belső erejét, a hitét. Mi a hite? Miben hisz? Azt hiszi, ez az ő elképzelése, hogy egy álom megvalósul, hiszen a holdnál álmokról, álmodozásokról van szó. Esetleg az anyukájáról, hogy javul a helyzet közte és az anyukája között. Összefoglalnám, hogy mi van vele. Jelenleg még benne van egy feszült helyzetben. Elvárja azt, hogy megkapja az elismerést. Hűséges, olyan barátilag közeledik hozzád. A szerelemben minden tisztázódik, sőt, a lilium virág jelenti a szexuális kapcsolatokat is. Tehát itt megvan a testi vonzalom is, viszont vannak nálam még a nehézségek, különösen ami az ő életerejét vagy férfiasságát illeti, mert nagyon bizonytalan, ami szerencsét hoz számára, ha megvan a könnyűség, a mozgás, a kommunikáció. Az anyagiakat vagy a munkáját illetően vannak még korlátozások, amit tanul, hogy kimondja azt, hogy értékes vagy számára. Nyártól kezdve tisztázódnak bizonyos dolgok, nyitottabb lesz veled, amiről álmodozik, hogy legyen egy közös életút, és megvan a hite, hogy egy álom megvalósul. És ez volt a jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék neki, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Meglátogathatsz a Facebook oldalon, és Dender a Medici, vagy Dender a Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja Naptár. Vagy írd le a véleményedet a kommentárba. És én kívánok egy szép napod, nagyon sok szeretettel, Dendera!